A szecessziós stílusban épült szabadkai Jakab és Komortéri zsinagógát 1902. szeptemberében szentelték fel. Ekkor vehette birtokába a szabadkai zsidóság. A II. Világháborús holokauszt után a 6700 elhurcoltból 2000-en tértek haza. A zsidóság lélekszámának csökkenése miatt az épület is elhagyatottá vált. Állapota gyorsan romlott. A világ legveszélyeztetettebb zsinagógái között tartják számon. Restaurálása az utóbbi években kezdődött meg, keleti szárnyát már felújították. Ez az épület ráférne még 2 millió euró, ugye, és kívül-belül, tehát ezt elmesélni sem lehet így egy mondatban. Ugye, restaurálni kell. Az épületet Orbán Viktor a Kosztolányi szobor felavatása után látogatta meg. Az odavezető úton is volt mindenkihez egy-egy mondata. Megköszönöm szépen a meghívást. És már lesz a vas. És nagyon kedves vagy önök, pedig itt vannak, és így biztatnak engem. És fogjuk is. És biztosan a kis, mert szükségem is van. Orbán Viktor elhelyezte a tisztelet koszorúit a II. Világháborús zsidó áldozatok előtt, ahol Pásztor István a VMS elnöke, Korhec Tamás az MNT elnöke és Maglai Jenő Szabadka polgármestere is koszorút helyezett el. A miniszterelnök ezek után körbejárta a zsinagóga épületét, majd zárt ajtók mögött tárgyalt a hitközség vezetőségével. A beszélgetés eredményeként anyagi támogatásban bízhat a zsinagóga. Az első magyar pénzekből várhatólag a villanyhálózatot és a fűtési és szellőzési rendszert újítják majd fel, még idén nyáron.